A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ karácsonyi adománygyűjtés keretében 2020. december 11-ig várja a meleg téli ruhákat, tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, játékokat és egyéb használati tárgyakat az északi telephelyén, a május 1-tér 10 per A szám alatt lévő adománygyűjtő pontján. Intézményünk gyakorlatilag egész évben gyűjti a lakosságtól az adományokat is osztja, de ez az időszak azért nagyon különleges, mert a járvány okozta helyzetben egy kicsit nekünk is megcsappantak a lehetőségeink, de nagyon szeretnénk a látókörünkben élő közel 500 gyermeknek, kiskorú gyermeknek meglepetést és egy kis melegséget varázsolni a szívében. Ezért most elkezdtük azt az adománygyűjtő akciónkat, aminek keretében gyermekjátékokat, írószereket, mesekönyveket, tisztálkodási szereket, ugye itt gondolunk a kamaszokra is, illetve minden olyan adományt nagyon szívesen fogadunk, ami még jó állapotban lévő, használható. Én azt szoktam mondani, hogy amit még mi is felhasználnánk, amit még mi is hordanánk, azt ajándékozzák nagy szeretettel. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ a ruhaadományokat a Körte utca 41 per A szám alatt lévő telephelyén tudja átvenni hétköznaponként 8 óra és 16 óra között. Ide várják a rászorulóknak adományozott meleg ruhaneműket, valamint ágyneműket, plédeket is. A központ szociális intézményként egész évben igyekszik segíteni nehéz helyzetbe került embereken. Krízis tanácsadás elérhető személyesen vagy az ingyenesen hívható zöld számukon keresztül. Mi szociális segítő munkát végzünk az intézményünk az év minden napján. Én azt gondolom, hogy, illetve a tapasztalatok is azt mutatják, hogy ebben az időszakban egyébként is mentálisan kicsit terhelt családjainkat még jobban összezárjuk, tehát óhatatlanul jönnek a mentális problémák. Ezen az elérhető zöld számon folyamatosan lehet hívni minket, tehát tulajdonképpen van egy zöld számunk, ami hétfőtől péntekig munkaidőben elérhető, és van egy krízis telefonszámunk, ami pedig munkaidőn túl elérhető. És ezen a zöld számon fogadjuk a hívásokat, és az adott szakemberhez továbbítjuk. Így gyermekpszichológusunk, felnőtt pszichológusunk, életvezetési tanácsadunk, mentálhigiénész szakemberünk, sőt, gyászterapeutánk is rendelkezésre áll, illetve természetesen ugye a családsegítőink rendelkezésre állnak, és a Nyíregyházi járás valamennyi településén elérhetőek esetmenedzsereink. Tehát igyekszünk úgy összeállítani szolgáltatásainkat, hogy nagyon széles körben tudjunk segíteni. Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető híradónknak elmondta, hogy együttműködve a Humánnet alapítvánnyal, a Magyar Élelmiszerbankkal nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. Idén már több tonna tartós élelmiszert sikerült szétosztani a rászorulók között.